Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2024. október 8-án este 7 órától. Kezdünk! Megújult utak, befejeződtek az Árpád és Ér utcai felújítások. Lakástüzek, 9 hónap alatt 290 lakóépületben csaptak fel a lángok. Aradi vértanúk, hétfőn folytatódott a megemlékezés sorozat. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Befejeződtek az Árpád és Ér utcai felújítások. Az önkormányzati forrásból megvalósult javítások és újraaszfaltozások 4 útszakaszon zajlottak az elmúlt hónapokban. Ezekből az Árok és a Moszkva utca már augusztusban elkészült, szeptember 30-ára pedig a másik 2 utcán is véget értek a munkálatok. Több útszakaszt is felújítottak annak a programcsomagnak a keretein belül, mely még tavasszal indult el. Ekkor az Ószőlő, Berenát és Fürdő utcát, majd nyár végén az Árok és Moszkva utcát aszfaltozták újra. Szeptember végére pedig az Ér és az Árpád utca is elkészülhetett. A munkálatokról Dicső Péter, a Nyírvévén Nonprofit Kft. Közterületkezelési igazgatója elmondta. Idén közel 30 útszakaszon dolgoztak. A Nyírvévén Nonprofit Kft. Folytatta a 2013-ban megkezdett útfelújítási programját. Az idei évben majdnem 30 helyszínen sikerült utakat felújítanunk, ugye az első fél évben nyár elejére nagyobb volumenben készültek el útfelújítások, idén pedig még a második fél évben 4 helyszínen tudtunk utakat megújítani. Augusztus végére nagyobb forgalmú Árok utca, illetve Moszkva utca elkészült, és az Árpád utca és az Ér utca kivitelezési szeptember elején kezdődött, és szeptember 30-ára mind a 2 helyszínen megújult burkolattal találkozhattak már a városlakók. A második fél évben a 4 útszakasz újraburkolása teljesen önkormányzati forrásból valósulhatott meg. Ennek összege összesen 121 millió forint volt. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Árok és a Moszkva utcán 539, illetve 406 méter hosszan marták fel az aszfalt réteget. A közterületkezelési igazgató ehhez hozzátette, az Ér utca 300, az Árpád utca 310 méteren újult meg, mintegy 43 millió forintból. A jövőben továbbra is folytatódik majd az útfelújítási program. Ezzel kapcsolatban a tervezések zajlanak jelenleg. Az idei év első 9 hónapjában 290 lakóépületben keletkezett tűz Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ami 12 esettel kevesebb, mint tavaly. A tüzek leggyakrabban konyhákban és kéményekben történtek, melyek következtében 17 személy megsérült, míg 3-an életüket vesztették. A lakástüzek kiváltó okai közé tartozott az elektromos hiba, a nyílt láng használata és a fűtési rendszer meghibásodása. A tűzoltóság arra is felhívja a figyelmet, hogy egyik érintett otthonban sem volt füstérzékelő, amelyek időben jelezhetnék a veszélyt. Az idei év első 3/4 évében összesen 290 lakóépületben keletkezett tűz, ez 12 esettel kevesebb, mint 2023 hasonló időszakában, adott tájékoztatást a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Bár néhol csak néhány négyzetméteren pusztítottak a lángok, több ház lakhatatlanná vált. A tüzek leggyakrabban konyhákban és kéményekben keletkeztek. A térségbeli lakástüzek során 17 ember sérült meg, legtöbben füstmérgezést kaptak, 3 személy pedig tragikus módon életét vesztette a kigyulladt épületekben. Januárban Nyíregyházán és Aranyosapátiban, februárban a Narcson követelt halálos áldozatot a tűz. A lakástüzek többségében nyílt láng, az, amely a keletkezési okként megállapításra kerül. Tehát otthonainkban, ha használunk ilyen eszközöket, elsősorban a gyertyára gondolunk, akkor itt is a fokozott emberi figyelemre hívjuk fel a figyelmet, hogy hogyan használjuk ezeket, ne legyen éghető anyag közelben, ne legyen húzatos helyen, mindig tartsuk emberi felügyelet alatt, ne adjuk gyermekek kezében. A második helyen szokott szerepelni az elektromos tűzkeletkezési ok. Itt ugye a használt eszközök mienségére, megfelelőségére, illetve a hálózatunk, az elektromos hálózatunk teljesítményének biztosítására szeretnénk felhívni a figyelmet, és tüzelőfűtő berendezéseink indulnak. Ezeket is célszerű időközönként szakemberrel felülvizsgáltatni, ellenőriztetni, és a hozzájuk kapcsolódó égéstermék elvezetőket, vagy ahogy mi jobban ismerjük,
vagy a köztudatban jobban él, ugye a kémények felvizsgálatára, ellenőriztetésére szeretnénk felhívni a figyelmet. Soha nem késő felvenni a kapcsolatot a kéményseprőkkel, ha egy lakásos épületben, családi házban élünk, és ott használunk ilyen kéményt. Ha társasházban élünk, akkor viszont várjuk a kéményseprőket, ők érkezni fognak, sormunkában végzik ezt a tevékenységet, és hangsúlyozottan díjmentesen végzik ezt a munkát. Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes arról is tájékoztatott, hogy a tüzek pontos keletkezési helyének, okának és idejének megállapítása érdekében 12 esetben indítottak tűzvizsgálatot. A leggyakoribb okok között szerepelt az elektromos hiba, a nyíltláng használata, a fűtési rendszer meghibásodása, sütés, főzés, illetve avar vagy szemétégetés. A legtöbb tűz a konyhákban keletkezett, összesen 52 esetben, de gyakran kéményekben és hálószobákban is keletkeztek lángok. Az oltás 14 ingatlannál gázpalackok jelenléte is nehezítette. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője azt is kiemelte, hogy a 290 tűzzel érintett otthon egyikében sem volt füstérzékelő, pedig ezek a készülékek már a tűz kezdeti szakaszában megbízható jelzést adnak. Ekkor még lenne idő cselekedni, a tüzet eloltani vagy elmenekülni és értesíteni a tűzoltókat. Magyarországon még a jogszabályok nem teszik kötelezővé, vannak olyan országok, ahol igen, hogy füstérzékelőket vagy idegen kifejezéssel home detektorokat helyezzünk el otthonainkban. Ezek a kis készülékek idejekorán érzékelik a füst, vagy a tűznek valamely jellemzőjét, jelzést adnak az ott lévő embernek, aki ezáltal képes lesz szükséges intézkedéseket megtenni, vagy éppen eloltani azt a tüzet, a környezetén lévő embereket figyelmeztetni, értesíteni, megkezdeni a helyiség elhagyását, és értesíteni a 112-es segélyhívón keresztül a tűzoltókat. A lakástüzek áldozatai leggyakrabban egyedül élő idős emberek, ezért érdemes olyan füstérzékelőt beszerezni számukra, amely nem csak hangos jelzéssel figyelmeztet füst esetén, hanem értesítést is küld a rokonok hozzátartozók okostelefonjára. Leskovics Zoltán tűzoltósági főfelügyelő arra is kitért, hogy szénmonoxid miatt szeptember végéig 32 alkalommal riasztották a szabolcs-szatmár-beregi tűzoltókat, ami 9 esettel kevesebb, mint az előző évben. 9 ember szenvedett szénmonoxid mérgezést, de szerencsére idén eddig senki nem vesztette életét a mérgező gáz miatt a vármegyében. Október 6-a az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja, a kormány 2001-es döntése óta nemzeti gyásznap Magyarországon. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata pénteken tartott megemlékezést. A borús időjárás miatt a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola tanulói hétfőn helyezték el a már hagyománynak számító kézzel készített kis csákókat a Damjanit szobor melletti kopjafákon. Köszöntelek szeretettel benneteket, gyerekek. Itt vagyunk a Damjanics szobornál. Mint tudjátok, minden évben ellátogatunk ide október 6-át megelőzően, hogy tisztelegjünk az aradi vértanúk előtt. Az iskolában már egy nagyon szép ünnepély keretében megtörtént a megemlékezés. Láthatjátok, hogy koszorúk és az emlékezés virágai lepik el a szobor előtti területet. Illés Zoltán, a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola igazgatója rögtönzött, rövid történelem órát tartott a megemlékezésen, ahol elmondta a gyerekeknek, hogy október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk. A magyar honvédtiszteket 175 évvel ezelőtt ezen a napon végezték ki, és a kormány 2001-ben a Magyar Nemzet gyásznapjává nyilvánította ezt a dátumot. A hétfői megemlékezés során a kisiskolások saját készítésű csákókat helyeztek el a szobor melletti kopjafákra. Harmadik osztályosok vagyunk, és technika órán készítettük, és kémkapocssal, meg ragasztóval, papírból. Mátyás Ervin, a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola harmadik B-osztályos tanulója mesélte el stábunknak, hogyan készítették osztálytársaival a megemlékezésre szánt csákókat. Az iskola vezetője hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a diákok már fiatalkorban megismerkedjenek nemzetünk történelmével, és tisztelettel adózzanak hőseink emléke előtt.
A mai napon az októberi eseményekre emlékezve jövünk ki tanulóinkkal ide a Damjanich szoborhoz. Ez iskolánk mellett található emlékhely. A hagyomány az azt jelenti, hogy az ünnepségek során vagy a megemlékezések során itt a szobor mellett elhelyezett kopjafákra a gyerekek által elkészített huszár csákók kerülnek kihelyezésre. Nagyon fontosnak tartjuk, és ezért minden évben hagyomány szerint megemlékezünk a nemzeti ünnepeinkről, nagy eseményekről, és természetesen az aradi 13 hőseiről is. Illé Zoltán hozzátette, hogy az ilyen rendezvények nem csak a gyerekek történelmi ismereteit bővítik, hanem segítenek a múlt értékeinek megőrzésében is. A közös megemlékezések és hagyományőrző programok hozzájárulnak a fiatal generációk történelmi tudatának erősítéséhez, ezzel biztosítva, hogy a magyar nemzet hősei és fontos eseményei ne merüljenek feledésbe. Ősszel a természet megkezdi lassú átalakulását, és az erdők felkészülnek a télre. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Elkészült az M3-as déli felhajtója. A rekonstrukció végeztével a Debreceni út felől sincs már a korábban tapasztalt lezárás. Jó hír, hogy a 60 km/h sebességkorlátozásra figyelmeztető táblákat is elvitték. Így a korábbi, megszokott rendszerint közlekedhetünk az útszakaszon. Egy erős áramú kábelt fektetnek Nyíregyháza belvárosában, az iskola és a Kürt utca kereszteződésében. A hálózatfejlesztés forgalom és sebességkorlátozással jár, az ítélők pedig kimaradást tapasztalhatnak a szolgáltatásban. Egy férfit kórházba szállította, két autó pedig totál káros lett, miután két személygépjármű összeütközött a Vasvári Pál utcán kedd délelőtt. Az egyik autó épp a parkolóból állt ki, amikor a másik az erdősor irányába tartva neki ment. A fejsérült férfit a mentők ellátták, majd kórházba szállították. A rendőrség a helyszínelés idejére az útszakaszt teljes szélességében lezárta. Forgalmat akadályozó, nehezítő faágakat vágtak, metszettek a Kincs utcában Nyírszőlőben. Ilyen esetben az a cél, hogy a közlekedés biztonsága javuljon, azonban a fák a lehető legkevésbé sérüljenek. Ősszel a természet megkezdi lassú átalakulását, és az erdők felkészülnek a térre. Szokolovszki Géza a Nyírerdő Erdészeti ZRT erdészeti igazgatója, a nyíregyházi környéki erdők szakértője számolt be a szezonális munkájukról, és hogy ősszel milyen feladatokat kell elvégezniük a területeken. Ahogy beköszönt az ősz, az erdők is átalakulnak, és a természet megkezdi lassú felkészülését a térre. Szokolovszki Géza, a Nyírerdő Erdészeti ZRT erdészeti igazgatója elmondta, hogy ilyenkor az erdőgazdálkodók is számos feladatot végeznek a területeken. Kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy a munkálatok ne zavarják meg az erdő ökoszisztémáját és a természetjárók élményeit. Az ősz egy icipicit holt idő az erdészeti, illetve az erdőgazdálkodás szempontjából. Ilyenkor már ápolási tevékenységeket nem nagyon végzünk, hiszen már a természet ilyenkor az őszre készül föl, ezért a csemetéket ilyenkor már nem ápoljuk, nem kaszáljuk. Felkészülünk a következő nagyobb feladatra, ez pedig az ültetésnek lesz az időszaka. Amikor azt látják az erdőjárók, hogy a nagyfák ledobják a levelüket, akkor az a csemetekerben is megtörténik, és amikor már a kis fa csemetéken nincsen fa, mi akkor tudunk csemetéket vásárolni onnan és elhozni, de akár a sóstói erdőben is ültetni. Ez várható, majd az első fagyok bekövetkeztekor lesz meg. Addig is átnézzük a kerítéseinket, erdővédelmi berendezéseinket, sétautakat. Szokolovszki Géza erdészeti igazgató beszélt az erdei fakitermelés jövőjéről is. Elmondása szerint, amikor a látogató szezon véget ér és kevesebb kiránduló fordul meg az erdőben, fokozatosan megkezdik a fakitermelési munkálatokat. A fakitermelésnek az egyik terméke a tűzifa, aminek ilyenkor nagy keletje van. Mi úgy szoktuk mondani, hogy okos ember mindig márciusban veszi meg a fáját, amikor már az előző téli elfogyott, de természetesen ilyenkor is nagyon sok érdeklődő van nálunk.
Az erdőgazdástól lehet vásárolni fát, tehát akár a nyíregyháztól is közvetlenül. Ilyenkor erdei környezetben méteres hosszban történik a faanyagnak a kiszolgálása, és a vevő saját hatáskörében, saját autójával el tudja szállítani. Vannak kényelmesebbek, akik konyhakészen szeretik, tehát hasítva, házhoz szállítva, azt is meg tudjuk oldani egy kisebb volumenbe, de a faanyagunk, a tűzifa nagy részét azt az erdőből méteres rönkökbe, méteres hosszba szállítják el a vevők. Szokolovszky Géza továbbá hangsúlyozta, hogy a fakitermelést a környezetvédelmi szabályok szigorú betartásával végzik, ügyelve arra, hogy az erdő természetes egyensúlyát és élővilágát ne károsítsák. Nyíregyházán rendezik a héten több korcsoportban is az atlétika ügyességi és váltófutó diákolimpia döntőjét. Közel 1400 fiatal érkezik a megyeszékhelyre. A versenyt az atlétikai centrumban tartják. A Magyar Diáksport Szövetség a 2024-25-ös tanévben immár 38. alkalommal hirdette meg az ország valamennyi általános és középiskolájában a Diákolimpia esemény sorozatát. A Diákolimpia mintegy 280 ezer tanuló vesz részt a 6 és 18 év közötti korosztályban, 18 sportágban, nemenként 6 korcsoportban. Januárban Nyíregyházán tartották a röplabda döntőt, a szervezés pedig olyan jól sikerült, hogy szerdától újabb finálét rendeznek a megyeszékhelyen. Nagyon örülünk annak, hogy a januári röplabda országos döntő nagyon jól sikerült, mind szakmai, mind résztvevői oldalról nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, ezért is bátorkodtunk megpályázni az atlétikai döntőt, ami holnap után kerül megrendezésre a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. Hivatalos elnevezése MVM Atlétikai Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság. Több mint 1000 fiatal érkezik az MVM Atlétika Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság 3., 4., valamint 5., 6. korcsoportos diákolimpiai döntőjére. Szerdán és csütörtökön is több számban versenyezhetnek a diákok az atlétikai centrumban, mely ideális helyszíne a finálénak. Azért is tökéletes, és azért is bízom az időrend megtartásában, mert minden versenyszámot kivéve a magasugrást két helyen tudunk lebonyolítani. Külön helyszínen a fiúknak, külön helyszínen a lányoknak, és ilyen Magyarországon nem sok helyen van, azt hiszem talán nincs is olyan pálya, ahol mindent egyszerre meg lehet oldani. És hát maga a létesítmény együttes a fedett csarnokkal és a szállodával pedig Közép-Európában egyedülálló, és bízom benne, hogy azok a dunántúli vendégek, akik még nem voltak itt, azok is meg fogják csodálni, és majd visszavágynak Nyíregyházára. Megyei és nyíregyházi csapatoknak is szurkolhatunk a következő napokban, és várhatóan válogatott sportolók is rajthoz állnak. A nyíregyháziak is indítanak versenyzőket, csapatban, azt hiszem súlyban és diszkoszban tovább jutottak, és hát ezekben a csapatokban olyan versenyzők is vannak, akik egyébként a magyar atlétikában, a korosztályokban a legjobbak közé tartoznak. Például 4x800-as, illetve a svéd váltóban ott lesznek a nyíregyházi versenyzők is, akik éppen a múlt héten egy ötös válogatott viadalon vettek részt. Mindkét nap 11 órakor kezdődnek a versenyek, és várhatóan 17 óráig tartanak. Híradónk végén nézzük főbb híreinket. Még egyszer, röviden. Befejeződtek az Árpád és Ér utcai felújítások, az önkormányzati forrásból megvalósult javítások és újraaszfaltozások 4 útszakaszon zajlottak az elmúlt hónapokban. Ezekből az Árok és a Moszkva utca már augusztusban elkészült, szeptember 30-ára pedig a másik 2 utcán is véget értek a munkálatok. Az idei év első 9 hónapjában 290 lakóépületben keletkezett tűz Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, amit 12 esettel kevesebb, mint tavaly. A tüzek leggyakrabban konyhákban és kéményekben történtek, melyek következtében 17 személy megsérült, míg 3-an életüket vesztették. A lakástüzek kiváltó okai közé tartozott az elektromos hiba, a nyílt láng használata és a fűtési rendszer meghibásodása. A tűzoltóság arra is felhívja a figyelmet, hogy egyik érintett otthonban sem volt füstérzékelő, amelyek időben jelezhetnék a veszélyt. Október 6-a az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja. A kormány 2001-es döntése óta nemzeti gyásznap Magyarországon. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata pénteken tartott megemlékezést. A borús időjárás miatt a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola tanulói hétfőn helyezték el a már hagyománynak számító, kézzel készített kis csákókat a Damjanit szobor melletti kopjafákon.
A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!